üdvözlöm a nézőket, mai témánk a Slam Poetry, vendégem pedig Kis Dániel. Köszöntelek Dániel a stúdióban. Szia, köszönöm a kívást. Dániel a Slam Poetry Szeged szervezésében vesz részt, és erről fogunk beszélgetni a mai stúdióbeszélgetés keretein belül. Mondd csak először is, mi is az a Slam Poetry, ezt szeretném letisztázni. Slam Poetry egy, mondhatni, elég izgalmas műfaj, egy előadói költészeti műfaj, ahol igazából több műfaj is találkozik, kicsit vers, kicsit színház. Igazából az a lényege, hogy egy előadó kiáll a színpadra, van 3 perc, 15 másodperc, és az alatt átad egy üzenetet, de igazából gyakorlatilag ez bármilyen eszköz nélkül, de bármilyen formában megteheti. Gondolok itt arról, hogy akár dobokhat a színpadon, akár lesétálhat róla. Igazából eléggé kötetlen műfaj, és ugye itt, ha valaki jelentkezik mondjuk akár hozzánk egy alkotással, akkor nincs semmilyen előcenzúrája annak, hogy ezt meg kell mutatni, és emiatt ez nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk akár, mint az én oldalamról szervezőként is, sosem lehet tudni, hogy hogyan alakul egy adott este, milyen szövegek lesznek, csak azt tudjuk, hogy hányan lépnek föl a színpadra egy adott klubban mondjuk. 3 perc 15 azért az még a novellánál is sokkal szűkösebb, de mégis honnan alakult ki ez az egész? Azt arról tudsz nekünk mesélni, hogy ki gondolta azt, hogy ő 3 perc 15 másodperc alatt szeretné elmondani egy történetet? 3 perc 15 másodperc egyébként onnan eredeztethető, hogy ugye alapvetően az emberi figyelem azért, mondjuk akár egy zeneszámra gondolunk, azért olyan 3-4 perc, és hogy nagyjából eddig lehet azért figyelni. A 3 perc plusz 15 másodperc tiszteletidő az ilyen bemutatkozás, az igazából maga a kerete, de hogyha valaki túllépi, akkor sincs nagy probléma olyan szempontból, hogy azért nem húzzuk ki a mikrofont, csak egyszerűen pontlevonás jár érte a versenybe, ezért érdemes egyébként nagyon jól belőni a szövegeket. De hogy visszatérve az eredeti kérdésre, a 80-as évek Amerikájából eredeztethető ez a műfaj, Mark Smith nevéhez köthető, aki kitalálta azt, hogy egy kicsit azért földobja a klasszikus versmondást, vagy versszavalást azért ezzel, hiszen azért ez mégiscsak egy versenyműfaj, ad egy adrenalint azért annak, hogy valaki színpadra áll, egy tök más keretbe helyezi az egészet. És akkor igazából innen eredeztethető, Magyarországra 2006-ban érkezett meg, akkor egy rapperek és költők csatája néven indult be, a kezdetfiai formációt azt mindenképp meg kell említeni, ők egy nagyon fontos szereplői voltak a magyar Slam Poetry létrejöttében, és utána gyakorlatilag 2006 után elindult Budapesten, pár évre rá rendszeres klubok alakultak, ott is több helyszínen költözött át, sokat változott a műfaj, kialakultak a klubok, az emberek, versenyzők, a közösség, és utána azért Magyarország több nagyvárosába, így többek között Szegedre is megérkezett, és gyakorlatilag Szegeden azóta is megy, most már immáron idén is az IH rendezvényközpontba költözve folytatjuk töretlen lelkesedéssel a magyar szlampot, most már több mint 10 éve van Magyarországon. Hát akkor már mondhatjuk, hogy eléggé elterjedt ez a dolog. Ugye itt Szegeden is először ugye a Rongykocsmában volt megszervezve ezek a rendezvények, a kapcsolatban. Jelenlegi formájában a Rongyban, de előtte már egyébként érdekes, hogy volt már több helyszínen is egyébként, szóval a szegedi Slam Poetrynek is voltak különböző állomásai, már ezelőtt is voltak egyébként próbálkozások még a korai időszakban, de ez a klubrendszer, ami jelenleg működik, azt igen a Rongykocsmában indult, ugye a Rongy után kerültünk a kapcsolatba, és most az IH rendezvényközpontban, szóval így a közösség is vándorol helyszínről helyszínre. És milyen különbségeket tudnál felhozni így a helyszínek között? Tehát mennyire volt jó még az elején szervezni, aztán hogy alakult ki, hogy hozta magát a helyszín, és az, hogy ti hogy szervezitek meg ezt az egészet, hogy változott az idők folyamán? Hát igazából én a romkocsmás időszakban csatlakoztam be ez az egészhez, és az igazi romkocsmás feelingje volt az egésznek. Szóval, hogy ott még sokan voltunk, ott tényleg egy ilyen nagyon baráti társaságként működött ez az egész, és hogy igazából volt a Mészáros Péter, aki a Slam Poetry Szeged alapítója és főszervezője, ő fogta közre ezt az egészet, de hogy igazából nagyon sok ember becsatlakozott oda valamilyen szinten ebbe a munkába, és hogy ott azért tényleg megvolt az a varázsa, hogy nem tudom, volt ilyen, hogy a színpadon éppen szólt egy szlám, és akkor jöttek a pultosok, nem tudom, csörögtek az üvegekkel, volt olyan, hogy eltört egy üveg, és volt, aki ezt lereagáltatok jól a színpadon. Szóval hogy ott tényleg megvolt ez a füstös romkocsmás hangulata az egésznek. A kapca az már ugye, ott a kapcának a színház terme azért ott volt már egy magasabb színpad, ott ez egy kicsit más hangulata volt, egy kicsit olyan emelkedettebb, az IH rendezvényközpont pedig mondhatom azt, hogy az tényleg egy ilyen
fellegvár az egésznek, hiszen azért egy hatalmas és egy nagyon jó színpaddal megáldott rendezvényhelyről beszélhetünk, ami szerintem nagyon hálás egyébként, nagyon-nagyon-nagyon szeretjük, és ugye itt kezdtük most idén el az évadunkat nagy örömmel. Említetted ugye, hogy még az elején kisebb csapatok gyűltek össze, azóta így hogy alakult? Általában hány fellépő vesz részt ezeken a rendezvényeken, meg ugye nézők közül mire lehet számítani? Hát a klubunkra azt tudom mondani, hogy olyan kb. 200 fővel szokott működni a klubunk, mint résztvevőkkel. 15 versenyzőnk van, és illetve van egy open mic blokkunk is, ami a versenyen kívüli fellépési lehetőséget biztosítja. Ez azért jó, hogyha valaki mondjuk először áll színpadra, akkor itt mondjuk a 3 perc, 15 másodperces szabály nem köti, illetve ugye nem kap pontokat arra a produkcióra, amit mondjuk előad. Ez tényleg azoknak kedvezhet, akik mondjuk vagy nem szeretnének versenybe szerepelni, vagy még nem mernek versenybe szerepelni. Nagyon sokan vannak, akik ott kezdik a szlemet, kipróbálják magukat, és amikor így belelkesülnek az első fellépés után, akkor a következő klubra már, mint versenyzőként köszönthetjük őket. És akkor általában 15 versenyző, akik közül azt tudom elmondani, hogy nagyon sokszor vannak új arcok, aminek mindig nagyon örülünk, ezeket mi slamszüzeknek hívjuk, és ez általában mindig dupla tapsra jár, hiszen akik először állnak színpadra, azoknak kijár a kétszeres taps. Hiszen azért, igen, abszolút, egyébként ez egy hatalmas dolog, ezért én is emlékszem, amikor először álltam színpadra, az egy nagyon nehéz dolog az, amikor te mondjuk 200 ember elé szembe állsz velük, és ők várnak valamit, de hogy fogalmuk sincs, hogy mit, mert ugye nem tudják, hogy te milyen szöveget hozol, nem tudod te se, hogy milyen közönségű lép előtted. Ez egy, igazából ez a műfajnak a varázsa az, hogy ez éppen akkor történik, és akkor is élőben is úgy hatásos, és ez benne talán tényleg a legnagyobb varázslat, mint előadói, mint pedig közönség oldalról. Biztosan megvan a maga varázsa, de vajon hogyan be lehet ezt általánosítani, hogy miről beszélnek általában az emberek, mondjuk, hogy politikáról, közéletről, vagy éppen mondjuk celebeket hoznak elő, vagy ez teljesen általános dolog, hogy meghatározhatatlan? Elég nehéz ebbe egyébként, hogy mondjam, általános igazságot mondani. Sokszor reagálnak mondjuk a szlemmerek közéleti dolgokra, vagy akár politikai dolgokra. Itt tényleg alapvetően az van, hogy ezek a szövegek nem az örökké valóságnak íródnak. Ez akkor működik. Van olyan szöveg, amit ha ma előadsz, holnap már nem lesz aktuális. Itt mindig az adott rendezvényre készül. Persze van olyan, hogy valaki mondjuk többször előad egy szöveget, mondjuk más városokba ellátogat, de hogy alapvetően a szlem egy akkor és most műfaj. És nem lehet nagyon megmondani, hogy ki mivel készül. Vannak olyan szlemmerek, akik tudjuk, hogy mondjuk ők inkább vicces szövegeket írnak, van, aki inkább személyes sztorikat szeret színpadra vinni, és mondjuk úgy egy témát kibontani. Igazából ez teljesen változó. Van egyébként, hogy mondjuk tematikus versenyt tartunk, akkor azért mondjuk van, hogy rá vannak vezetve arra, hogy mondjuk milyen témába kell mondjuk szöveget mondani, de általában mondjuk, hogyha témát is adunk egy versenyre, akkor olyan témát szoktunk megadni, hogy azért annyira ne lőjük be, hogy csak erről lehet, hanem inkább csak egy ilyen iránymutatást arról is. Például az is egy nagyon érdekes dolog, hogy azt egy adott témát is annyiféle oldalról tudnak megközelíteni a szlemmerek, hogy nehéz egy kicsit azért akkor is egymás mellé rakni. Hogyha meg nincs téma megadva, akkor pedig azért zsűrinek egy nagyon izzasztó feladat az öttagú zsűrinek, hogy pontokban méri a különböző témákat, meg a különböző szövegeket. Igen, nem lehet behatárolni az embereket, hát ugye nem is kell ebbe a műfajba. De az országos szlempalci találkozó is ugye itt került megrendezésre Szegeden először. Azt te hogy érted meg, hogy részt vettél a szervezésében akkor már? Igen, az országos szlem találkozó az egy tényleg egy olyan eseménye volt, egyébként ez egy kétnapos program volt itt Szegeden. Talán mondhatom azt, hogy az első olyan rendezvény volt, ahol azért tényleg most voltak, ugye vannak országos bajnokságok, de hogy azok alapvetően kétfordulós verseny. Itt azért az volt, hogy két napra lehívtuk az ország szlemmereit. Nem tudom, voltunk több százan a résztvevőkkel, a nézőkkel, és ott tényleg olyan workshopokra, olyan versenyekre invitáltuk a szlemmereket, hogy ott nagyon sok minden elindult. Szóval, hogy azokkal, akik általában szoktam beszélgetni, akik régebb óta benne vannak a szlembe, és mondjuk az országos szlem találkozón is részt vettek, én olyan visszajelzéseket kapok, hogy ott mondjuk elindult valami, hogy összefogtak a városok, és azóta például én azt látom legalábbis, hogy azóta nagyobb az átjárás az, hogy mondjuk akár meghívunk ide egy fellépőt ebbe a városba, akkor most nem tudom, lejönnek a miskolciak hozzánk, mi megyünk Debrecenbe, nem tudom. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes dolgot mozgatott meg, és szerintem ez a hatása még a mai napig is érezhető a szlem közösségben. És várható még ennek folytatása? Tehát, hogy azóta, hogy mondjuk Szegeden legyen egy ilyen nagyobb volumenű rendezvény? Mindenképpen szeretnénk.
vannak ilyen jellegű törekvések, nagyon nagy örömünkre szolgálna az, hogy hiszen azóta nagyon sok ember csatlakozott be azért a közösségbe, és nagyon jó lenne, hogy azok, akik mondjuk akkor még nem tudtak részt venni, szerintem ez egy nagyon jó rendezvény lehet. Ugye szerveztünk azóta egy klubok ligáját, ami egy kicsit kisebb volt, de mondjuk ott is lehetőség volt egy tartani egy ilyen szakmai kerekasztalt, ahol egy kicsit lehetett beszélgetni mondjuk a klubok vezetőinek, hogy ki hogy szervezi a klubot, milyen stratégiákat használ arra, hogy mondjuk létrejöjjön egy rendezvény, hogy bevonzon embereket. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények nagyon fontosak, és nem csak mint szervezői oldalról, nem csak mint előadói oldalra, hanem közönség oldalról is, hogy ezek a közösségek, ezek az előadók találkozzanak, mert ez úgy gondolom, hogy csak színesíti a műfajt. Nos, reméljük, hogy nem lankad a lelkesedés mind a fellépők, mind a nézők részéről a rendezvényeket illetően. Köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk ebben a témában. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.